16 évvel ezelőtt, este 8:30 után pár perccel megszakadt minden kapcsolat a szlovák légierő Kassára tartó AN-24-es repülőgépével. Rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy a koszovói misszióból hazatérőket hiába várják a repülőtéren. A szállítógép a helyszíntől mindössze pár kilométerre lévő Borsóhegybe csapódott. A gép fedélzetén tartózkodó 43 főből mindössze egy túlélőt találtak a katasztrófa helyszínén. A légi szerencsétlenségben elhunytak emlékére 2006 óta minden évben közös szlovák-magyar megemlékezéseket tartanak a baleset évfordulóján. A magyar és szlovák delegáció tagjai, köztük Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka, Kaszab Zoltán főtörzászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa, Jaroszláv Nagy, szlovák védelmi miniszter, Daniel Zmeko vezérezredes, a szlovák fegyveres erők vezérkari főnöke, és Martin Farkas, a katasztrófa egyetlen túlélője, először a tragédia helyszínén, a Borsóhegyen állított kopjafáknál és sírköveknél rótták le kegyeletüket. A község központjában 2007 óta álló emlékműnél Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak, és elmondta, hogy a megemlékezők még ma, több mint másfél évtizeddel később is megrendülten keresik fel az emlékművet. 16 év távlatában is fájó szívvel, gyötrelmes gondolatokkal állunk itt a megemlékezés helyszínén. Mikor a Borsóhegyen elhelyezzük a koszorút, a megemlékezés koszorúit, vagy itt az emlékműnél, amikor erre az emlékműre tekintek, akkor mindig arra gondolok, hogy ez a 42 szlovák hős katona, katona hölgy és férfi egyaránt nem lehetnek büszkék arra, amit tettek országukért, amit tettek más népek szabadságáért. Pedig azért vállalták ezt a szolgálatot Koszovóba, hogy segítsék az ott élő népeket. Azért vállalták, hogy béke legyen környezetünkben, és azért vállalták, hogy ott élő népek jobb feltételek mellett élhessenek. Ők nem lehetnek büszkék arra a szolgálatra, amit elláttak, de legyünk mi büszkék rájuk. Benkő Tibor kijelentette, hogy a helyszínen elhunytak emlékét őriznünk és ápolnunk kell, hiszen a katonák a legnemesebb dolgot, az életüket ajánlják fel az országuk érdekében. A magyar emberek mindörökre megőrzik a katonák emlékét, és ápolni fogják ezt. És nagyon fontos az, hogy ez az együttműködés, ez a közös gondolkodás örökre megmaradjon közöttünk. Jaroszláv Nagy, Szlovákia védelmi minisztere felidézte a 16 évvel ezelőtti eseményeket, kiemelve, hogy Hejce lakossága és a magyar katonák akkor is és ma is példaértékű segítségnyújtásról és támogatásról tettek tanúbizonyságot. A község lakóinak 16 éve tartó szeretetéért és hozzáállásáért Jaroszláv Nagy védelmi miniszter elismerő kitüntetést adott át az itt élőknek, amelyet Lévai István polgármester vett át. A megemlékezés magyar-szlovák imádsággal ért véget.